Jó napot kívánok, hello, sziasztok! A magzsola.hu szokásos keddi élő Facebook adását látjátok innen a magzsola.hu irodájában. Mellettem Cezoli, tudományos szakértő és általános felelős, illetékes elvtárs, én pedig Kalocsai Sándor vagyok a magzsola.hu-tól. Remélem, hogy hallottok bennünket, jó a hang is. Most egy új játékkal játszunk egy picikét, ahol talán képeket is be tudunk nektek mutatni, hiszen a mai témánk az nem lesz más, mint a különböző gombafajták. Van-e egyáltalán a gombáknak jelentősége, gyógyhatásuk van-e, vagy csak finomak, erről szeretnénk egy picikét beszélgetni. Leginkább Cezoli fog erről beszélgetni, én pedig a naív embert játszom, mint a Hakapeszi Makiba Szuhai Balázs, ugye azt a bizonyos csokoládés emeltet. Zoli, mik a gombák? Mondj róluk néhány bevezető szót, és akkor utána egy kicsit belecsapunk a részletekbe. A gombák. Ugye azt tudjuk, hogy vannak a növények világa, az állatok világa, és van egy harmadik világként emlegetett része az élő világnak, ez pedig a gombák világa. A gombák azok igazából azt is mondhatnánk, hogy sem nem növények, sem nem állati szervezetek, vagy azt is mondhatjuk, hogy növényi szervezetek is, meg állati szervezetek is. Ami nagyon fontos, és ami megkülönbözteti őket a most azt mondom, alacsonyabb rendű szervezetektől, tehát a vírusoktól, illetve a baktériumoktól, hogy a gombák esetében már megjelenik a sejt mag, ami egy nagyon fontos dolog, illetve megjelenik a sejtfal, ami nekünk majd a gyógyhatás szempontjából szintén nagyon fontos lesz. Megjelennek olyan sejt belüli szervezetek, amik a sejt, illetve az egész szervezetnek az energiaellátásáért felelősek, megjelennek olyan belső sejt szervecskék, amikben tud tárolni, akkumulálni, összegyűjteni a gomba mindenféle anyagokat. Ez attól függ, hogy milyen környezeti körülmények között él a gomba, milyen táptalajon, milyen hőmérsékleti, egyéb dolgok miatt változhat ez az összetétel. Közben vághatok? Én úgy tudom, hogy a gombák, hogy mondtad, hogy se nem növények, se nem állatok. Éppen ezért a növényekhez hasonlóan a táplálék, vagy egyáltalán mindenfajta hatóanyag, amit felszívnak, azok nem gyökereken keresztül szívódnak fel a gombába, hanem spórákon keresztül. És ezt Gyöngyösi Sanyitól hallottam, aki itt a Fülöp Jakabi bioganodermát előállító cég vezetője, hogy nagyon sok méreganyagot is fel tud szívni a gomba, mert hogy a spórák azok nem szűrik úgy ezeket meg, mint mondjuk a fának, vagy mondjuk a növénynek a gyökerei. Na akkor, igen. Előre szaladtam? Nem, csak egy kicsit helyre tesszük a fogalmakat. Tehát a gombát általában az ember úgy képzeli el, mint az oviban a diabeti, nekem még diabetítős, de most már filmeken, hogy szép nagy kalapja van neki, tönkje. Hát ez a gombának csak a jéghegy csúcsa, ez a termőtest, amit mi látunk. Ez lehet a minimális néhány milliméteres termőtestől az óriás püfeteknek a 20 kilós nagyságú termőtestjéig. De alapvetően a gomba az micéliumok halmaza. A micélium az, ami össze-vissza hálózza a talajt, most maradjunk ennél a termőtestes gombáknál, mert azért ebből a termőtestes gombafajtából is, amilyen mindenféle szép ehető, meg kevésbé ehető, meg nagyon mérges gomba, de termőteste van neki. Ebből több százezer féle létezik a földünkön, de a gombák világa az több milliós lehet, hiszen a gombák közé tartoznak például az élesztő gombák, amiket élesztőként ismerünk, tehát amit megvásárolunk a boltban, kis kockában, ez a préselt élesztő, ez épp ugyanolyan gomba.
csak azért egy kicsit mégis más nem képez olyan micéliumot, látszólag nem képes, képez, de egyébként szaporodás akkor szépen ugyanúgy fölfűződik egy láncra. Vagy hát ami az emberiség szempontjában egy meghatározó volt, pozitív meg negatív értelemben is, az a penész gombáknak a hatalmas tárháza, amik ugye hát egyértelmű, hogy az antibiotikum termelés nélkülük elképzelhetetlen. A gombákkal kapcsolatban nagyon sokszor, tehát én, ahogy te is mondod, ide kapcsolódnék, hogy ilyen negatív felhangja is van. Hmm. Tehát van a köröm gomba is például, csak hogy most mondjak egy példát, vagy hogy te is mondod, az élesztők. Így van. És tényleg így van, hogy ha én is arra gondolok, hogy gomba, akkor az óvodai gyilkos galócának a képen jelenik meg előtte. Azt nem szabad megjelenni. A légyölő az a szép pöttyös gomba. Tehát, de nos, az az érdekes, hogy mivel ezek az élő szervezetek igazából nagyon hasonlítanak az állati szervezetekhez, az általuk termelt anyagcsere termékek komoly hatással vannak az állati szervezetre, most természetesen az emberi szervezetre is. Pont azért, mert nagyon sok mindent tud fölvenni. Egészen odáig egyébként durva, hogy néhányan elkezdték például a fémeknek a kinyerését oly módon, hogyha kicsi a fém tartalma, például egy kadmiumot szeretnének kibányászni, mondjuk egy már kimerült meddőhányóról, akkor ezt fölveszik vizes vázisba, elszaporítanak rajta gombákat, amik akkumulálják ezt a kadmiumot. Hát ezt soha nem hittem volna. És utána ezt a kadmiumot kinyerik az élesztő tömegből. Tehát ez a mikrobiális bányászat, ez már egyre komolyabb szerephez jut, mert itt a akkumulátorgyártás kapcsán, amiket az elektromos autókhoz használunk, meg a telefonunkban, meg mindenhová, olyan fémekre van szükségünk, ami nagyon ritka, tehát ezt nem úgy tudjuk bányászni, mint a vasat, meg a rezet, és hát egyre agyafurtabb módszerek közé tartozik ez is, hogy gyakorlatilag ezekkel a gombákkal bányáztatjuk ki. Mondjad el nyugodtan. Nagyon messzire el lehet menni a gombákban, ja, de hogy ennek a mostani adásnak az az első rendi szempontja, hogy a gombáknak a gyógyhatásáról is beszéljünk. Mert ezzel kapcsolatban az elég sok vegyes elképzelés van a fejekbe. Igen, hát ott kezdődik az egész vegyes elképzelés, hogy ugye a gombának nem csak azt nevezzük, ami szép piros pöttyös, vagy amit a boltban látunk kalapos gombaként. Nagy a gombák világa. Például ilyen, mint mondjuk ez így a... Van. Például ez a pecsét viasz gomba, így van. Azért is próbáltam összeszedni egy pár olyan gombát, amit mindenki ismer. Mindenki találkozott vele, vagy legalábbis hallott róla, biztos. Tehát a legegyszerűbb, a legegyszerűbb laska gombának, amit késői laska gombának hívunk, már neki is nagyon komoly egészségre gyakorolt pozitív hatása van. Uh-huh. Tehát például a laska gombában rengeteg C és B vitamin, tehát a B vitamin csoport közül majdnem mind megtalálható. Koleszterin csökkentő hatása van, iszonyú magas a rost tartalma, ezért például a bélrendszerre nagyon komoly pozitív hatást tud gyakorolni. Alapvetően egy nagyon jó fehérje forrás, ezt el lehet mondani minden termőtestes gombáról, hogy reális alternatívája a húsnak, tehát akik nem húsevők, azok gombaevők, teljes mértékben tudja helyettesíteni a húst. Ugye legelterjedtebb ez a champignon gomba, amit lehet kapni, aminek ugye... Mondjuk akkor a champignon gomba, az is egy érdekes dolog, mert úgy hívják, hogy egy két spórás csiperke gomba. Csiperke, igen. Így van. Neki például a bélrendszerre, a bélrendszeren keresztül a vérnyomásra az iszonyú hatása, tehát vérnyomás csökkentő. Ez az egyszerű barna vagy fehér csiperke, amit termesztésbe is vonunk.
ha ezt megsütöm, megfőzöm, ez a hatása ugyanúgy megmarad, vagy ugye a főzéssel, sütéssel sok minden hasznos anyag el is párolog. Nem csak hát, a gombából, hanem minden ilyen zöldség. Ugye azt el lehet mondani, hogy persze természetesen vannak olyan hatóanyagok, amik fehérjéhez kötöttek. Minden olyan hatóanyag, ami fehérjéhez kötött, vagy minden olyan hatóanyag, ami túlságosan nagy és labilis molekula, az a sütés-főzésnél sérül. Általában ezek olyan 70-80 fokon kezdenek el bomlani, de mindig marad annyi, hogy ennek még komoly hatása lesz. Egyrészt azért, mert ez a hatalmas fehérje mennyiségvédő hatást gyakorol, tehát nincs teljesen kitéve ennek a hőhatásnak. A másik az, hogy a legfontosabb hatócsoportjokat tartalmazó hatóanyagot, vagy hatóanyagként nyilvántartott glükánok, tehát azok a poliszaharidok, azok kevésbé érzékenyek, vagy nem érzékenyek a hőre. Tehát ez nem... nyersen is lehet gombát tenni, bár mondjuk ez a ritkább, de akkor jobban hasznosul anyagok jutnak a szervezetünkbe. Persze, csak nem olyan finom. Ez így van, tehát azért egy grillezett gomba az biztos, hogy csökkent hatóanyagtartalmú, de hát erősen megnövelt gasztronómiai értékű, úgyhogy ez mindig így van, de én azt hiszem, hogy elég nagy mennyiséget fogyasztunk belőle, mert hát a halhoz képest is jó volt, hogy gombát fogyasztunk. A laska gomba is egyébként ilyen jótékony hatása, mert sokáig egy ilyen másodrendű gombaként volt nyilván. Igen, ez a laska gomba az elsőrendű fehérje forrás. Amit mondtam, hogy rengeteg C-vitamin tartalmaz, a C-vitamin is önmagában bomlik 80 fok fölött, de ha védőfaktor van mellette, tehát a mellette van egy csomó fehérje, ami fékezi ennek a hőhatásnak az erősségét, akkor azért megmarad. A B-vitamin csoport kevésbé érzékeny a hőre, igazából sok minden a laska gombából is átmegy. A határtalan pozitivitás a kései laska gombának, a rost tartalma nagyon magas és nagyon jó minőségű rost tartalma van neki. A tenyésztett gombáknál ugyanolyan mennyiségű fehérje és vitaminok vannak benne, mint mondjuk a vadon termő gombákban? Hát ezt mindenki tudja, hogy a vadon termett gomba az vadon termett gomba. Tehát az, annak az ízével kevésbé tud versenyezni egy termesztett. De én azt hiszem, hogy azok a szakemberek, akik a termesztéssel foglalkoznak, egyre ügyesebben állítják össze a táptalajt, amin nő a gomba, és egyre jobban megközelítik beltartalmi értékükbe a vadon termő gombákat. Csak még egy dolog is állandóan közben szólok a mostani közvetítésre. Nagyon érdekes dolog, hogy nem csak te, hanem nagyon sokan is mondják, hogy bármilyen bioaktív hatóanyagot viszünk be a szervezetünkbe, az, hogy a C-vitaminnal párosítjuk, akkor általában jobban hasznosul. Majd erről is egyébként érdemes lenne talán egy cikket írni, vagy egy beszélgetést összehozni azzal kapcsolatban, hogy mi az a varázslatos hatalma ennek a C-vitaminnak, hogy mindennek a hatását erősíti. Hát a C-vitamin egy nagyon fontos, hanem a legfontosabb központi anyagcsere körünkbe redukáló anyagként működik. Tehát ő az... megint nem akarok nagyon kémiázni, tehát van egy energiatermelő központi folyamatunk, ennek egy nagyon fontos eleme, és ha nincs ott az elem, akkor ez a folyamat nem tud megfelelő hatásfokkal működni. Tehát igazából nem a, hogy mondjam, ahhoz kell, hogy a feldolgozás hatásfoka, hogy a megfelelő hatás kiváltódhasson, ehhez a szervezetet olyan állapotba tartsa, tehát hozza, hogy megfelelően jó hatásfokkal ki tudjuk nyerni ezeket a pozitív dolgokat a bioaktív anyagoknál. Tehát mi a központi karbonsav körbe kört pörgetjük föl a C-vitaminnal, ezzel aztán minden fölpörög, tehát ez olyan, hogyha a motor fölpörög, akkor jobban pörög a kerék, akkor megy a generátor, tehát akkor minden megy. Ő a motor. Térjünk vissza a gombákra. Mi az a varázslatos, mágikus összetevő, ami csak a gombába
található meg, illetve különfajta gombákra is érdemes lenne szerintem akkor itt kitérni. Na most azt el kell mondani, hogy azért ezek a gombászati kutatások azért nem olyan nagyon régiek, annak ellenére, hogy a gombák felhasználása már több mint 6000 éves. Na most a gombáknak nem csak az étkezésre való felhasználása, hanem a gyógyászatban. Tehát az egyik legrégebbi gomba, ilyen szempontból a sítake gomba, amit már írásos kínai forrásokból több ezer éve használnak. És ami miatt a kínaiak egy elég komolyan kihegyezik a dolgaikat az öregedésre. Tehát ők a taoizmusban ugye fontos dolog volt az, hogy karban tartsuk a szervezetet, és ha lehet, akkor fiatalon tartsuk a szervezetet. Mindenki tudja, hogy a ginzeng az szintén erre a területen hatásos, de a sitake gombának is egy nagyon komoly sejt megújító, fiatalító, illetve öregetés gátló hatása van. Úgyhogy alapvetően innen indultak a dolgok, vagy ugorjunk egyet a hernyó gombára. Közben mondom, hogy a képernyőnek nektek a jobb oldalán látható, most sikerült összehoznom ez a sitake gomba. Egyébként ez egy picit hasonlít a champignon gombára. Igen, csiperkére. Valóban, főleg a barna csiperkére elég. Oké, és akkor a cordycepset mondtad, hogy egy nagyon érdekes dolog. A cordyceps az, most azt lehet mondani, ennek a hatása viszonylag fiatal már a több, igen, ez a hosszúkás azért is hernyógomba. Ez is hát természetesen ő is Kínából került be a köztudatba, neki is van egy sztoria, ugyanaz majdnem, mint a kávéjé, hogy hát a pásztor gyerek észrevette, hogy eszik az állatok ezt a gombát, és nagyon jó teljesítenek minden szempontból. Aztán ő is megpróbálta, aztán ez eljutott a császár fülébe, és akkor a császár kisajátította magának Kína összes ilyen gombáját. Igen, ezt olvastam is, hogy ez ilyen császári gyógy. Így van, ez egyébként is ezek eléggé privilegizált termékek voltak. Amit el lehet mondani a cordycepsről is, hogy nagyon komolyan fölpörgeti az immunrendszert. Most az a csoda anyag, amit most már azért nagyon sokan vizsgálnak, ezek a glükánok. A glükánok, azok sejtfalépítők, tehát a micéliumnak tehát a gomba az annyiból különbözik, mint említettem, többek között a baktériumtól, hogy neki sejtfala van, nem csak sejthártyája, mint a baktériumnak. Ezért aztán nem is tud úgy bujkálni mindenféle lukakon, például a szervezetben, mint a baktérium, tehát másképp virulens a szervezetben a gomba. De ez a külső glükánváz, ez egy nagyon fontos dolog, mert egy nagyon bioaktív anyagról van szó. Tehát a gombáknak a legnagyobb jó téteményét ezek a bétaglükánok alkotják. Mit tud nagyon egyszerűen a bétaglükán? Hát most azt mondom én is, amit fölleltem róla, mert azért nem tudunk sokat a glükánokról. Mi ezt a bétaglükánt emlegetjük folyamatosan, de azért el kell mondani, hogy ez a bétaglükán, most a béta az egy térállás, tehát egy kémiai elnevezés, de alapvetően a glükánoknak szinte mindegyik típusa, legyen az alfa-glükán, vagy valami más térállású helyen szubsztituált glükán, ezek mind biológiai aktivitással bírnak. Kicsit hasonló az aktivitása, sőt nem kicsit, hanem nagyon hasonlít a ginepcsekben található laktobacillus törzshöz. Tehát egy olyan hatással bír a fehér vérsejtekre, amelyek átalakítják a fehér vérsejt normál állapotából egy falós sejtté, tehát gyakorlatilag rámozdítja az immunrendszert bármilyen betolókodóra. Ami nagyon fontos még, hogy újabban kiderült, hogy ez nem csak a vírusokra, baktériumokra vonatkozik, hanem a tumorsejtekre is.
Tehát a beta-glükánoknak, illetve a glükánoknak a hatását egyre inkább kezdik vizsgálni a daganatos betegségek elleni. Ez fékezi tulajdonképpen ezt a fajta. Igen, meg nem akarok kémiázni. Tehát igen, vannak olyan típusú daganatos sejtek, amin bizonyos receptorok találhatók, egy jellegzetes csoport található a sejt falukon, sejthártyájukban, és ez fölismeri, illetve erre képez ellenanyagot, képeztet ellenanyagot a glükán. De egyébként a kemoterápiának, a sugárterápiának a kellemetlen hatásait is képes ez a glükán mérsékelni. Tehát ilyen szempontból is. A bőrgyógyásztatban egyre inkább elkezd terjedni a használata, mivel olyan bőrbetegségek ellen látszik hatásosnak, mint az ekcéma vagy a pszoriázis, aminek azért kevés ellenszere van. Egyébként csak egy érdekesség, hogy ugyanígy a ginep is működik ezekre. Ezek ketten együtt szinergiában is működnek? Hát ezt nem tudom megmondani. Ez a szinergia kérdés, ez mindig egy ilyen érdekes dolog. A szinergiát lehet talán abban találni, hogy ugyanazt végzik, esetleg egy kicsi picit másképpen, de ha ez is van, meg az is van, akkor ha nem is egymás segítik, de duplázódik a hatás. Szóval, és miben található meg a beta-glükán mondjuk a gombákon kívül? Hát a beta-glükán érdekes módon megtalálható gabonákban, elsősorban a csíra részben, tehát a búza csírában például, de mondok egy nagyon érdekeset, a csirkemáj az egyedüli, ha jól tudom, ami felhalmozza a beta-glükánt. Hihetetlen. Tehát az a csirkemáj, amit úgy lenéztünk, bár ha emlékszünk még mi idősebbek gyerekkorunkra, akkor velünk elég sok csirkemájat etettek, és nagyon pozitív hatása van, mert például az akkumulálja föl, és rengeteg beta-glükán van, vagy glükánok vannak a csirkében, amik egyébként a gabonából emelik át. Tehát ez a beta-glükán, ez csak egy pillanatra a daganatos dolgokra visszatérve, ez megelőző hatás, vagy megelőző szerként működik jobban, vagy hogyha már van egy akut állapot, akkor azt is valamilyen szinten mind a tudja kettő, kezelni. Mind a kettő. Tehát a daganat képzése az nem olyan most, hogy így, most hip-hop egyszer csak lesz. Ezek a sejtek, tehát mindig vannak, minden millió módik, hogy mondjam, osztódás, az valami rosszat eredményez, tehát fals útra megy. Ezt a szervezet normál esetben folyamatosan kimetszi magából. De előfordulhat bizonyos okok miatt, hogy ez nem történik meg, vagy a környezeti hatások miatt, vagy belső, nevezzük ezt stressznek, ez lehet külső-belső, de stressz miatt ezek a folyamatok megakadnak, jön a kukásautónk, megakadnak ezek a folyamatok, és elkezdődik ezeknek a sejteknek a szaporodása. Na most a beta-glükán az azt csinálja, hogy ezeket a sejtekre rá idomítja az immunrendszerünket. És ez akkor is igaz, hogyha megelőzésről van, akkor is, mikor már megvan a betegség. De akkor ezzel paralel, vagy párhuzamosan tulajdonképpen ugyanaz a hatásmechanizmus, amint mondjuk a ginepnek, a laktobacillusainak, hogy a szervezetnek a immunválaszát erősíti fel. Igen, ez azért kerül előtérbe egyre inkább, mert az látszódik már az eddigiekből, hogy sajnos a kemoterápia, meg a sugárterápia az legalább annyira káros, mint amennyire hasznos. Aha. Tehát sokan azt mondják, és talán nekik van igazuk, hogy egyszerűbb lenne az immunrendszerünket ráidomítani ezekre a sejtekre, talán kevésbé problémás lenne a dolog, nem okoznánk a szervezetnek akkora megrázkódtatást, sőt, semmiért nem okoznánk. Tehát egyre inkább ezek... Így van. Tehát egyre inkább ezek, mert ő elpusztít mindent. Tehát ő jó a daganatos sejtet is, de azért sok mást is elpusztít, maradjunk ennyiben. És ez az immunrendszer stimulálás lehet az alternatívája a kemónak, ami
ami azért nem, nem mindegy. 25 perc eltelt az adásból, szinte repül az idő. Igen. Ugye talán a legismertebb gyógygomba Magyarországon a Varga gyógygomba. Uh-huh. Ezzel kapcsolatban vannak, voltak jó hírek, rossz hírek, velük kapcsolatban volt egy csúnya bírság is, vagy volt valami ezzel kapcsolatos ilyen kabátlopásos eset. Mi lehet annak az oka, hogy a gombát nem favorizálja mindenki? Igen, tudjuk, gyógyít, és ez nem jó bizonyos csoportoknak, de ezen kívül tulajdonképpen mellékhatása nincs is a gombáknak, és akkor utána majd fogjuk meg néhány terméket, ami nálunk is kapható. Ezeket akkor mutasd meg, te jobban be tudod oda tolatni. Hát minden, ami szinte ez már ilyen közhelynek számít, legalábbis bizonyos körökben, hogy igazából a gyógyszergyárak azt szeretik, hogyha el tudják adni a gyógyszereiket. Nekik ez a biznisz. Minél egyszerűbb egy gyógyszer előállítás, és minél drágábban lehet eladni, természetesen annál nagyobb a profit. Uh-huh. Na most általában a gyógyszergyáraknak az a jó, hogyha sokáig fennálló betegség van, tehát ezt a múltkor a hiorvosabbnál is elmondtuk, hogy az elbomlik, tehát mindig újat kell venni, és akkor mindig újabb-újabb pénzeket lehet kiimádkozni a zsebünkből. Nem tudom, tehát igazából én gombákkal foglalkoztam annak idején kutatóként is, illesztő gombákkal többek között, és én meg vagyok győződve, hogy nem tártuk föl még a jéghegy csúcsát se a gombákkal kapcsolatban. Tehát nagyon sok meglepetést fognak nekik még okozni. Annál is inkább, mert nincs idő erre, tehát tényleg óriási a dolog, amiről beszélünk. De nem magunk ellen beszélve, de például az egyszerű élesztő, amit megveszünk a boltban, annak a beta-glükán tartalmát, hát most azt mondom, hogy nehéz überelni, igen, nehéz überelni. Tehát a kezünkben vannak egyszerű dolgok, amikkel még nagy pénzt se kell kiadni, és nagyon jó hatásokkal működnek ezek a rendszerek. De természetesen, hogyha az ember vesz bármilyen gombakészítményt, amiben koncentrálva vannak ezek az anyagok, hát hihetjük, vagy remélhetjük, hogy a hatások az nagyobb lesz. Itt Kecskemét környékén termeli Gyöngyösi Sanyi ezt a Gomodel magyarleményt. Teljesen zárt rendszerben. Én voltam nála, majd a linket majd beteszem a videó alá. Készítettem vele egy riportot. Ő egy igazi megszállott, egy ilyen evangélist, ahogy szokták volt mondani, és nagyon hisz a termékbe. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemről voltak éppen ott nála, amikor én voltam. Tehát annyira előremutató kutatási eredményei vannak. És ő mesélt nekem arról, hogy ugye a spórákon keresztül sok mindent fel tud szírni. A hifákon keresztül. Igen. És hogy neki saját, rosszul mondta, és neki saját táptalaja van, ő termeli a gombát, ő darálja, ő aprítja, és egészen apró szeműre ledarálja ilyen puder finomságúra, majd végül egyébként ő tölti ezt üvegbe, és ilyen 20 g-os kivételben árusítja. Csak néhány szóba Zoli beszél nekünk a ganodermáról, illetve azért, hogy arról, hogy miért jó az, hogyha nagyon apró szemre le van darálva. Ganodermáról is lehetne beszélni még 20-30-45-50-60 percet. A ganoderma egy érdekes gomba, pecsétviasz gomba, azért pecsétviasz, mert ilyen kis, mint a pecsétviasz, amit megolvasztanak, olyan nő ki a gazdaszervezet oldalából, a fatönkből, tulajdonképpen, mint egy újjacska, csak piros színű, mint a pecsétviasz. Ez a Reishi, vagy ez a Lingzi, amit mellettünk balra látható a képernyőn. Igen, itt ennek azért nagyon sok válfaja van, azért mondom, hogy itt néha már még a gombászok is problémáznak, hogy most melyik micsoda, aztán lehet, hogy ugyanaz, csak némi eltérés van közöttük, de azért ennek adnak új nevet, stb. Tehát a ganodermának, a sitakénak, a hernyogombának, érdekes módon az óriáspöfeteknek, a gyapjas tintagombát mondtam? Nem, gyapjas tintagombának tulajdoníthatók a legattraktívabb gyógyhatások.
A Ganadárba az azért szaladt így föl, mert valóban olyan gyógyhatásai vannak, amik szinte minden betegségtípusnál pozitív hatást váltanak ki. De a sitakénél is ezt el lehet mondani. A gyapjas tintagombánál ugye már nagy problémát okoz, hogy neki van egy ilyen önlebontó folyamata, tehát egy idő után ugye elszottyad az egész, és átmegy mérges gombába, de amikor még fiatal a termőtest, például a cukor betegek számára kincs, mert viszi le a cukrot, mint a rossz nyavaja, és terem, tehát ezért nagyon sok helyen legelőkön, rengeteg utak mellett lehet látni hatalmas termőterületeket. Érdemes leszedni. Ebből a hernyógombából? Ez a gyapjas tintagomba, amiről beszélünk. Hernyógombából itt nálunk nem terem meg a hernyógomba, a ganoderma megterem, tehát az gyakran találkozunk vele, szerintem erdőjáró emberek, és nyugodtan, bátran le lehet szedni, ugyanígy le lehet darálni. De most beszéltünk arról, hogy őrlés. Vagy még így gyorsan menjünk már vissza arra, hogy az ilyen megszállott emberek mennyire kellenek a világnak. Tehát itt ahhoz, hogy egy ilyen termék legyen, iszonyú szellemi, meg effektív fizikai munkára is van szükség. Tehát ahhoz, hogy egy ilyen termőtalajt elő tudjon állítani, azt gondolom, neki is elég sok éjszakájába került, és hála neki, nagyon jól megcsinálta például egy egyes és ennyi ezt a termőtalajt. Nagyon fontos, mert alapvetően, hogy milyen kihozatala van a gombának az adott anyagból, mondom, az a termő talajtól sokban függ. A beta-glükánok, amik benne vannak ebben a sejtfalban, azok két részből állnak, vannak vízoldékonyak, meg vannak, amik nem oldódnak vízben. Az lenne jó, ha a vízoldékonyak lennének a jobb hatás fokúak, de sajnos nem így van. A vízben nem oldhatóak a jobb hatás fokúak biológiai szempontból. Ezért aztán, hogy ez mégis jól kinyerhető legyen ezekből a termőtestekből, hát minél finomabbra kell őrölni, hogy gyakorlatilag minél beljebb tudjuk juttatni a szervezetbe, ahol már aztán a biokémiai folyamatok hozzáférnek. Tehát mechanikailag kell nekünk aprítani, hogy bejuttassuk a szervezetbe. Ezért van ez a... Van itt nekünk ugye ez a kordikepszünk. Én ezt nagyon őszintén a ház, ahol lakunk, mellette van egy sószoba, és ott van egy nagyon okos asszony, Gabinak hívják, természetgyógyász, és ő hívta rá a figyelmemet. Ő elsősorban... egy ilyen fiatalító, erősítő hatást tulajdonít neki, és amit te is mondtál, cukorbetegségek kapcsolatban is jó megfigyelések voltak, illetve van még egy ilyen remek... Na, meg a férfi erőt is egy kicsit megdobja. Nekem még erre nincs szükségem. Na, jól van. Oké, okay. És van itt egy ilyen gomba komplexünk. Ebben van ganoderma, akkor van benne cordyceps, shiitake, és ez a bokros gomba kivonat. Ezek együtt jobban működnek? Hát igen, igazából azt lehet mondani, hogy nem olyan egyszerű és könnyen átlátható terület. Tehát ha azt mondom, hogy beta-glükán, akkor nagyon leegyszerűsítettem a dolgot. Tehát ahány gomba fajta, annyi saját gomba sejtfalat épít fel, annyiféle hatóanyag származtatható belőle. Tehát célszerű ebből is egy ilyen misungot, de egyébként mondom, ha egyszerűen csiperkét eszünk, már akkor nagyon sokat tettünk. Vagy hát vannak olyanok, mint amit be se tudnánk mutatni, és nem is lehet termeszteni, mint a mai napig az óriás pöfeteg, ami egy hatalmas bomba, viszont a világ egyik legjobb érzéscsillapítója. Vagy, és olyan dolgokra, mint aranyér, belső érzések, krómbetegség, tehát borzasztóan hatékony tud lenni, csak hát levadászni ma egy pöfeteket, tehát az nem egy egyszerű esemény. Ha nem botlunk bele véletlenül, hát nagyon nehéz, és nem tudjuk termeszteni. A vége felé még egy kérdés, és visszatérek a ganodermára, talán az egyik legismertebb gyógygomba fajtára. Nagyon sokan kínálják ezt kávéval kombinálva,
akár nem magyar származású termék. Mi is árusítunk egyébként a Gano Café-nak a termékét, az így néz ki. Jobban hasznosul a kávé vagy a koffein környezetében egyébként a ganoderma hatása, vagy ez... Nem, ez onnan indult ki, szerintem, nem, ennek nem néztem utána. Feltételezhetően lehet, hogy valami pozitív hatása van, bár általában a koffeinnek azon kívül, hogy fölpörgeti a pszichés folyamatokat, meg egyáltalán az agyi vérkeringést. Vannak tulajdonságai, de azok nem pozitívak. Inkább a szervezetből a kiürítést mozdítják. Méregtelenít egy kicsit. Hát igen, méregtelenít, de ha belegondolunk, hogy például a kávé a magnézium kiürítését azt megsokszorozza, akkor már nem olyan pozitív a kávé. Meg azt tudom mondani, gasztronómiai értelemben én a reggelemet nem tudom elképzelni nélküle. Na most a ganodermát beletéve az ízek összesimulnak. Tehát egy nagyon jó hordozója a kávé a ganodermának, tehát ha valaki, mit tudom én, az én anyósom, aki vérnyomás ingadozással küzdött, egyszerűen beletette a kávéjába, és tökéletesen helyreállt neki a vérnyomása. Szerintem ilyen egyszerű oka lehet ennek, hogy mint vívőanyag a kávé az ideális a gomba számára, mert ezért csak van egy kis gomba íze neki, tehát akárhogy is nézzük, hogy magába lenyelni, vagy még teljes termékek is beletéve nem jó ízű. A képen egyébként a hernyógomba látható, nem túlságosan guszta, viszont nagyon-nagyon jó hatású. Van-e még esetleg olyan zóna, amit nem mondtál el? Nagyon sok minden van olyan. Még inkább ide is, mint a hialuronsavnál egy magyar embert, aki a gombával való gyógyítás meghonosításában nagyon fontos szerepet játszott. Ez egy Lellei János nevezetű doktor, aki két akadémiának, a magyarnak és a németnek is rendes tagja volt, aztán utána sajnos a másikat választotta, nem a magyar. Ő nagyon komolyan tett azért, hogy az orvos társadalom ezeket a gombákat akceptálja, elfogadja. Ma már én úgy gondolom, hogy a nagy gyógyszergyártó cégek is rá izgultak erre a gomba kérdésre, és elég komoly kutatások vannak, mondom, főleg a daganatos betegségek terén a gombák felhasználására, a bevezetésére. Lassan végére érünk ennek az élő bejelentkezésnek, mert egy 38 perce beszélgetünk már. Remélem, hogy tudtunk hasznos információt átadni. Én legalábbis nem, de Zoli mindenféleképpen. Egyetek sok gombát, élesztőt, jó hatással van az ember szervezetére, ugye a ganoderma az a kávéba is belerakható, nálunk is kapható különböző gombás termékek, illetve gyógygomba termékek, és ha bármilyen kérdésetek van, akkor tegyetek fel a végén, a chatbe szívesen válaszolunk rá. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, ennyi volt. Egy kis... Ebből is lesz egy blog? Blog lesz, persze már, nagyjából összeállunk. Köszönjük szépen, további kellemes áprilist és tavasz kívánunk mindenkinek. Köszönjük, hogy itt voltatok és megnéztetek bennünket. Sziasztok!